Népszerű Völgy Állon a tanév során hetente megvalósuló prevenciós program. A Bartók Béla Általános Iskolában működő háttércsoport az idei tanévet is egy színdarab előadásával zárta. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban lebonyolított eseményen Faszekas Mihály, Ludas Matyja elevenedett meg. Az immár 5. éve folyó foglalkozás igazi csapatmunka volt, amelynek során a gyermekek elfogadták egymást, segítettek egymásnak, és ezzel önmagukat és társaikat is fejlesztették. A műsorban résztvevő gyerekek a színpadon vehették át a Cikke és a Bartók iskola közös ajándékát, egy ingyenes táborozási lehetőséget Velencén. Körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdtük el a foglalkozásokat, annak érdekében, hogy az iskolában a gyerekek jobban tudjanak együtt dolgozni, hogy lehetőséget adjunk a tehetségek kibontakoztatására, és hogy tulajdonképpen a pályaválasztást megkönnyítsük. Nagyon sok beszédtechnikai feladatokat végzünk el, így a gyerekek, hogyha egy állásinterjúra kerülnek majd annó, akkor nem fog neki gondot okozni a szóbeli beszéd, a magyarázkodása, illetve hát az életpályájuk elmondása. Minden évben, amikor van ez a évzáró, egy színdarabba készülnek, amit itt a Arany János Közösségi Házban adnak elő. Miről szól ez a színdarab, kik vesznek részt? Bartók Béla általános iskolás diákok, lehet mondani, hogy első osztálytól 8. osztályig vesznek részt. Ez azért érdekes, mert az elsőben még olvasni tanulnak, és így is meg tudják tanulni a szerepüket. Kollégák közül a tanárok, akik ott dolgoznak a Bartók Béla általános iskolában, illetve külső segítőink is vannak. A rendőrség részéről nagyon örülünk neki, hogy Sós urat a csoportunkba tudhatjuk, illetve hogy Bata Ambrus rendőrőr nagy is a segítségünkre van. Tanári kar, mindenki, tehát az iskola minden tagja segíti a mi munkánkat, amit ezúton is köszönök nekik. Faszekas Mihály Ludas Matyját fogjuk előadni, fél éve készülünk rá, saját magunk festjük a díszleteket a gyerekekkel, a jelmezeket mit csináljuk, illetve hát beszerezzük, ami készen van, és mindenkire egyénileg a szöveget rászabjuk. Hogyan várják a diákok az ilyenfajta közösségi munkát, mondhatnánk így, mert ez a már munka, ha a színjátszásra beszélünk, hogyan fogadják ezeket a darabokat? Nagyon várják, már most kérdezik, hogy jövőre mit fogunk előadni. Még ezen túl sincsenek, és mégis már azon variálnak, hogy ki lesz a főszereplő. Ennek az a nagyon nagy halatlan előnye, hogy az, aki olvasásban mondjuk föl van mentve, az kívülről tudja a szöveget, és minden további nélkül problémamentesen olvas. Tehát nagyon nagy segítség ez nekik. Az előadást követően egy zenés műsort is előadtak a gyerekek, egy különleges hangszer segítségével, Zabán László a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának vezényletében.